Szabálysértési elzárás alatt volt az a 19 éves fiatalember, aki megszökött a szekszárdi BV intézetből. A BV dolgozói a rendőrséggel szorosan együttműködve 2 óra alatt elfogták a szökevényt. A fogvatartottnak mindössze már csak 61 napot kellett volna még eltölteni a rácsok mögött a szabadulásáig. Ilyenkor az a tapasztalatai munkatársaimnak, hogy aki ilyen rövid végrehajtási idővel rendelkező fogvatartottak, a szökésének a hátterében mindig valami családi probléma vagy valami magánéleti okok állnak fent. Mindig el szoktuk mondani azt, hogy a fogvatartottak, az elítéltek valóban nem mérlegelik, hogy nem érdemes szökni, és ezt szoktuk mi is hangoztatni, hogy valóban nem érdemes szökni, hiszen ez a példa is jó arra a tegnapi eset, hogy a szökevényeket rövid időn belül, általában néhány óra alatt leforgása alatt a büntetés végrehajtás dolgozói vagy a rendőrség munkatársai elfogják. A szökés körülményeiről jelenleg belső vizsgálat zajlik a börtönben. A szökött rabra a törvény szerint akár 3 év újabb büntetés is várhat.